Tóth Arnold vagyok, régióvezető vagyok, kereskedelemben dolgozom, igazából Zsuzsa ösztönzésére, meg az ő pozitív példájára csatlakoztam végül ide a csoportba, és kezdtem el újra rajzolni, régebben rajzolgattam, de már jó ideje nem. Én az interneten találkoztam először a Valdor Arttal. Igazából szerettem rajzolni, illetve szerettem volna jól rajzolni, de ez nem ment, aztán hát gondolom, hogy így rákerestem dolgokra, egyszer szembe jött a Valdor Art, láttam, hogy van paszteltanfolyam, és akkor így jött ez, hogy náluk fogok rajzolni, tanulni. Ez mikor volt időben? Ez tavaly, hát igazából tavaly év elején megvettem feliratkoztam egy pár ilyen online tanfolyamra, és tavaly májusban kezdtem az Elite programot, a Mentor programot. Hát nekem az egyik probléma az volt, hogy nem tudtam rajzolni, mármint hogy nem tudtam lerajzolni azt, amit szeretnék, tehát például mit tudom, én nem tudtam az arányokat, nem tudtam lerajzolni egy arcot, de nyilván, hogyha másik konkrét probléma az, hogy nekem kellett egy olyan szabadidős tevékenység, ami abszolút kikapcsol és megszűnik körülöttem a világ, át tudom élni ezt a flow élményt, és ezt szerencsére meg is találtam. Nekem könnyebb dolgom volt ilyen szempontból, mert ugye láttam a pozitív példát, illetve elmentem egy, most idén pünköstkor volt egy rajztábor, ott csatlakoztam, és akkor egy nagyon nagy élmény volt az, hogy többiekkel együtt alkotni, illetve egyáltalán alkotni. Szóval nekem igazából ez így nagyon könnyen szembe jött, vagy nem kellett keresni se, hanem így megjelent az életembe. És most már, hogy így túl vagytok egy-két programon, meg részt vesztek benne, milyen benyomások, milyen élményeket kaptatok? Hát nekem az, hogy tényleg abszolút mindenki meg tud tanulni rajzolni, tehát nekem tök nagy élmény volt, hogy én ezen úgy kezdtem neki, hogy úristen, tehát hogy ilyen legegyszerűbb rajzokat és a gyakorló rajzok, hogy Jézusom, én ezt nem fogom tudni megcsinálni, és most azért már mondhatom azt, hogy elég sok mindent meg tudtam rajzolni, meg nyilván a kiállításra is most már ki lettek téve képek, illetve én azt veszem észre, hogy így az önbizalmamon is nagyon sokat segített a rajzolás, tehát tényleg az, hogy egy ilyen bonyolultabb képeket is meg tudok rajzolni. Nekem elsősorban az az élmény meg abban segített, hogy nekem is nagyon nehezen ment a kikapcsolódás itt, ha például itt vagyunk egy ilyen hétvégén, csak hirtelen az órán ezek, úristen, már ennyi az idő. Tehát, hogy nagyon jó, hogy az ember ki tud kapcsolni, ráadásul valami tartalmas dologgal. Mi a véleményetek a tanárokról, az oktatókról, Péterékről? Van valami benyomás, amit megosztanátok velünk? Hát szerintem egyrészt nagyon-nagyon jól oktatnak, másrészt nagyon-nagyon jól tudnak bánni az embereket, tehát nagyon támogatóak, pozitívak, tehát hogy igazából nyilván ilyen tanfolyamokon mindenféle típusú ember megfordul, és mindenkit nagyon-nagyon nagy türelemmel és megértéssel, illetve segítőkészséggel tudnak, mindenkihez úgy tudnak fordulni. És ez nekem nagyon sokat segít, illetve így ráéreznek, hogy ki az, akinek több ösztönzés kell, ki az, akinek technikai segítség kell több, tehát ez abszolút pozitív. Én ugyanezt látom, nem is nagyon tudnék túl sokat hozzátenni, tehát nagyon empatikusak, nagyon figyelnek, nagyon segítőkészek, rengeteg bíztatást, meg támogatást kapunk. Úgy gondolom, hogy nem nagyon tudnék jobbat elképzelni, vagy teljesen elégedett vagyok, meg ajánlani tudom mindenkinek, hogy dolgozzanak együtt velük, vagy tanuljanak az ő segítségükkel.